A II. Sámuel agrárszakképzési koncepciót a kormány tavasszal fogadta el. Ennek kiemelt céljai között szerepel a képzett mezőgazdasági termelők számának növelése, a gyakorlatra alapozó agrárszakképzés vonzóvá tétele is. 2011-et követően nőtt a foglalkoztatottak száma az agrárgazdaságban, én ebbe beleértem nyilvánvalóan az élelmiszer gazdaságot is, és hogyha emellé még azt hozzávesszük, hogy a vidékfejlesztési program az élelmiszergazdaság területén céloz meg fejlesztést, 300 milliárd forint áll rendelkezésre az élelmiszergazdaság fejlesztésére, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez a program csak akkor tud kiteljesedni, hogyha megfelelő szakember gárda is rendelkezésre áll. Vas és Zala megyében 3. A Vépi mezőgazdasági iskola mellett a szombathelyi Herman Otto, valamint az élelmiszeripari és földmérési szakképzőiskola tartozik a Földművelésügyi Minisztérium égisze alá. Az ágazatban jelenleg nincs túlképzés, hangzott el a tájékoztatón. A Szent László Király utcai iskolának most 600 diákja van, akik földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, élelmiszeripari technikus, édesipari termékgyártó, pék- és húsipari termékgyártó szakmát tanulhatnak. Utóbbi a hiány szakmák közé tartozik, csak úgy, mint a dísznövénykertész vagy a mezőgazdasági gépész. Azok a diákok, akik erre a szakmára iratkoznak be, ők 10 és 30 ezer forint közötti ösztöndíjat kapnak, nyilván tanulmányi eredménytől függően. A többi szakma esetében meghatározó az, hogy részben itt határon belül, Magyarország területén belül is nagyon jó elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak, de bizony nagyon sokan átmennek a határ túloldalára is dolgozni. A szaktárca az agrárszakképzés közeljövőben megvalósítandó feladatai közé egyebek mellett a tangazdaságok fejlesztését, az ökoiskolai programokhoz való kapcsolódást és a felnőttképzés erősítését sorolja.